kezdem is. Na, most azért kapcsoltam be megint a kamerát, hogy elmondjam, hogy eltelt egy kis idő, felszálltak emberek, volt egy megálló, és ismét becsukta a sofőr a fülkét, ezért teljesen elzárt minket ismét a szellőzéstől. Mi körülbelül 20 perc múlva leszállunk, úgyhogy ez minket már annyira nem fog foglalkoztatni. Ennyit kibírunk. De azért elég ez, mert megint bepárásodott az üveg. Teljesen be van párásodva az üveg mindenhol. Elő már megint bizgerálják az emberek a izét, hogy legyen valami levegő. Az van, hogy igazából lehet, hogy valaki erre azt mondaná, hogy most jaj, veszékelek, vagy mit tudom én, vagy csak pánikolok, de valójában én is buszsofőr vagyok, és nagyon jól tudom, hogy itt most közel 60 ember szívja a levegőt, és fújja ki a széndioxidot. De tehát egyre kevesebb lesz így az oxigén. Elég jól el van zárva a külvilágtól ez a busz, és az a helyzet, hogy senki nem nyitja ki az ablakot, mert nem tesszük be, mert érzik, hogy jön a hűvös innen a ventilátorból, és képességgel azt nem veszik észre, hogy az, hogy az ablak bepárásodik ilyen szinten, ez azt jelenti, hogy a saját levegőnket kerinteti vissza ez a ventilátor. Szóval mi le fogunk szállni, és leszálláskor azért elmagyarázzuk a buszsofőrnek, hogy mi az itteni tényállás. Lehet, hogy tényleg nem tud róla, sőt, biztos vagyok benne. Már most érzem, hogy nehéz a levegő, pedig körülbelül 5 perce zárták be az egészet. Anna, te hogy vagy? Egyre nehezebb a levegő is. Tényleg az a szerencse, hogy mi mindjárt leszállunk, és az a minimum, hogy csak megmondjuk majd a sofőrnek, hogy mit észleltünk itt bent. Megmondjuk, mert nem szeretnénk arra kelni, hogy holnap reggel a hírekben benne van, hogy a Quitóba, mit tudom én, 40 ember meghalt, vagy valami, mert ezt itt elalszanak, este, éjszaka alszanak, aztán nem kelnek föl. Közben meg megy a tévé, mert tök jó, mert megy a vígjáték, érted? De elől ilyenkor már alig van levegő az előzetes. Előbódítják az embereket mindig ilyen filmekkel, meg ilyen dolgokkal, és a lényeges dolgokat nem veszik észre, hogy elfogy a levegő közben. Ja, na jó van. Majd szólunk nekik, aztán majd elmondjuk, mi lett. Mi úgyis mindjárt leszállunk, most már nem fogok pampogni. De hogy úgy tűnik, eléggé csorda szellem van itt. Valószínűleg mindenhol csorda szellem van. Az emberek nem szólnak, csak mi szóltunk, hogy kicsit elkezd elfogyni a levegő. Jaja. Meg amikor tegnap utaztunk azon a bulibuszon, annyira hangos volt a zene, hogy fájt a fülünknek. De senkit nem zavart rajtunk kívül. Szerintem másokat is zavart. Már tök fáradtak volt mindenki tőle. Nem szóltak. Mi sem szóltunk, de ott nem is lehetett szólni, mert az egy ilyen teherautóbusz volt. Tudod, nem tudtál átmenni a vezetőhöz szólni. Érdekes dolgok vannak. Na jó van, ne teszem, mert már beszédtől szélülök. Töröl le az üveget, azt meglátjuk. Nehogy tovább menjünk, mint Dámbátó. Tiszta csuron víz már az üveg amúgy. Csuron víz. Na jó. Lehet, hogy előre kéne mennünk, nem? Mi úgyis leszállunk. Hát szerintem szólnak majd. Megérkezünk, persze.